Pár mondatba hagy mutassam be. A tábornokeztás fiatal katonaként, tisztként, az első felderítő járő parancsnokaként részt vett Kiskolasváros felszabadításáé folyó harcokban. A felderítő járőre először érkezett be a városba. Azóta is a szovjet hadseregben teljesít szolgálatot, igen magas beosztásban. Sok olyan feladatot hajtott végre, amely a szocialista világrendszer, a szocialista közösség, a Varsói Szerződés érdekeit szolgáló feladatokként dolgozott. A városunkban másodszor, ha jól vagyok tájékozódva, látogatott el, részben a munkája hozta ide, részben pedig az érdeklődés az iránt, hogy mit tettünk, mi itt eddig. Nagyon örültünk annak, hogy a területtel történő ismerkedés során sor kerített arra is, hogy meglátogasson egy munkásőr egységet, a kiskolasi munkásőröket. Itt mi most tájékoztattuk őt, hogy mit csinálunk, milyenek az általános feladataink, és ti hol dolgoztok, hogy kerültek ide, milyen fegyvereitek vannak, hogyan éltek. Hát persze erre nagyon kevés idő jut. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében tisztelettel és szeretettel köszönhetjük a vezérőrmegyártársat így is. Én arra kértem a vezérőrmegyártársat, hogy szóljon a munkásőreinkhez, amit ő szükségesnek tart elmondani. És akkor át is adom a mikrofon. Здравствуйте, товарищи! Jó napot kívánok, eltársak! Egészséget! Спасибо, дружно, хорошо. Köszönöm, nagyon baráti elhangzott. Вы знаете, вчера мы отметили очень большой и знаменательный праздник, День Победы. Azt hiszem, hogy önök tudják, hogy tegnap nagyon nagy ünnepet ünnepeltünk, ami nagyon nagy ünnep nekünk és önöknek is, a győzelem napját. Советского народа и всех трудолюбивых народов в Великой Отечественной войне. Minden, a szovjet nép és ezen belül az összes nép, a világ népei ünnepelték ezt az ünnepet, a munkaszerető népek. И в этой связи я хочу поздравить вас 42-й годовщиной этого великого дня победы. Ebből az alkalomból szeretném önöket köszönteni, hogy a 42. évfordulót ünnepeljük annak, hogy a világháborúnak vége lett. Благодаря этому празднику мы с вами, и благодаря этой победе, мы с вами имеем возможность уже более 40 лет здесь, в Европе, жить в мире без войн. Köszönjük ennek az ünnepnek, köszönjük a mi közös munkánknak, hogy már 42 éve Európában és az önök országában, mi országban békésen élhetünk. Как сказал уже ваш командир, во время войны мне довелось здесь по этим полям пройти собственными ногами со стороны границы Югославии в направлении на Шольт. И под Шольтом 4 ноября я был ранен. Ahogy az önök parancsok már előnek elmondta, hogy én nekem már az életben volt ilyen alkalmam, hogy ezen a földön végig haladtam, Jugoszláviától Solt felé, és november 4-én Soltán megsebesültem. Так что вот такая обстановка, такая местность мне очень памятна. Именно таковой она была, как сама местность, но город, конечно, значительно улучшился и много всего нового построено. Эта terület, mint ilyen értelemben nekem nagyon ismerős, ellenben el kell mondanom, hogy a város, az önök városa, ez alatt a 42 év alatt nagyon sokat fejlődött, úgyhogy mondhatom azt, hogy ismeretlen már. Было мне тогда всего 21 год, был я начальником разведки стрелкового полка в звании старший лейтенант. Ebben az időben, vagyis a háború alatt, 21 éves voltam főhadnagyként beosztásban, egy felderítő alakulatnak voltam a parancsnoka, egy lövész ezreden belül. Здесь в районе Кишкун-Халаш больших боев не было, и мы сравнительно быстро прошли в направлении на север к Шольту. Кишкун-Халаш területе нагь харцов не было, так и нагь ütemben haladtunk Шольт felé. Ну, это
какой-то мере для местного населения, может быть, было и таким событием весьма положительным, ибо не было ни жертв, ни разрух, ничего. Tehát, ahogy mondjam, hogy ez a lakosságon nézve nagyon is jó volt, hogy így történt, mert nem kívánt, ha alá leszeteket nem kívánt fölösleges vérontást. Сюда, в город Кишкун-Халаш, я приехал 27 апреля по приглашению городского комитета партии и председателя городского совета города Кишкун-Халаш на празднование дней 1 мая и Дня Победы. Ebből az alkalomból a Városi Párbizottság a vászlanás meghívására érkeztem Kiskunhalasra, ahogy részt vegyek a felszabadulás ünnepeken és a májusi ünnepeken, a május 1-én és a május 9-én. За это время, за две недели, я побывал во многих местах, на фабриках, заводах, колхозах, в городе, на различных предприятиях. И вот руководитель вашего батальона пригласил сегодня меня и сюда. Я с удовольствием это приглашение принял. Это на таких хитрах на нем сок хаян вестем. Весь вестем алами гадашагу батеясбе, изэнэкбе, ваатокна. És az önök parancsnok által megkaptam a meghívással az önök mai gyakorlatára, amire örömmel és szívesen eljöttem. Я знал, что поскольку много раз после войны был в Венгрии в служебных командировках, знал, что вот есть такая организация при государстве и при областных комитетах и районных комитетах партии, вот народная милиция. Több esetben voltam Magyarországon kitüntetésben, munkám végezte alkalmával, és tudom azt, hogy van ez a munkás alakulat, van ez a munkás zászlóaj. Külön hallottam az önök Kiskunhalasi zászló és az önök kiváló eredményeiről. Видел при посещении, допустим, городского комитета партии, других учреждений наиболее важных, где ваши товарищи стоят и охраняют, выполняют свой порученный долг. Ahol a munkásőrtársak végzi feladataikat, így itt a pártbizottságnak a védelme és különösképpen nagyobb objektumok és fontosabb objektumok a védelmében vesznek részt. Но, откровенно говоря, не знал, что дело так поставлено серьезно и солидно, и даже вот идет такая, я бы сказал, настоящая боевая подготовка, как в армии. El kell mondanom, hogy nagyon sokat hallottam az önök életéről, de most már először látom azt, hogy nem tudtam elképzelni, hogy ilyen komoly gyakorlatokon és ilyen komoly munkába vesznek részt, ami valóban tényleg hasonlít a hadseregi munkához. Как видите, вам доверено вполне современное боевое оружие и всякая другая техника. Látom, hogy az önök technikája nagyon modern, és az önöknek a kezére van bízva, mert önök nagyon becsületesen használnak. Даже этот факт говорит уже о том, что партия, Венгерская социалистическая рабочая партия, государство, правительство доверяют вот такой организации, как народная милиция, вручая это боевое оружие. Ez az mutatja az önök ellátás, az önök munkája, hogy önökbe a mennyire megbízik a Magyar Szocialista Munkáspárt, milyen komoly feladatokat tesz önök elé, és mennyire számít az önöknek a becsületes munkájukra. Ну и вполне понятно, что это оружие ценное и боевое, к нему надо относиться добросовестно, его хранить и уметь им хорошо пользоваться, ну примерно так, как вот сейчас я видел, одна из смен стреляла, выполнили упражнения, все оно хорошо и отлично. Это за любовь этот хит, господа магаванью не кюмтен, кютелесшегюк, лелкисмерт кютелесшегюк, hogy ezt a fegyvert becsülettel használják, és akkor, mikor kell, használják valóban, mint úgy a mai napon is, hogy láttuk, hogy milyen kiváló rendeket érnek el a lövészeten. Ну и поскольку видно по вас, что здесь люди разных возрастов, и молодые, и среднего возраста, и более пожилые, это говорит о том, что все с пониманием относится к выполнению этих задач, и вот кроме выполнения своей основной работы, вот и сюда прибыли на эти 2-3 дня на сборы. Látom, hogy önöknek a sorai között vannak fiatalabbak, középkorosztályúak és idősebb emberek is. Ebből is lehet látni azt, hogy önök milyen becsületesen végzik munkájukat, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy a munkájuk mellett önként vállalták ezt a nemes feladatot, hogy ha kell, akkor a munkáshatalom védelmében is mindent megtegyenek. Даже вот из такого короткого знакомства, буквально вот только что, как человек военный, я посмотрел и увидел, насколько серьезно вы относитесь к этому делу, Ilyen rövid idő alatt, amelyet lehetőségem volt az önök munkájával megismerkedni, ez alatt a rövid alatt is láttam, hogy milyen komolyan veszik önök ezt a feladatot. То есть вы решаете очень важные государственные, правительственные задачи, и этим
vprávi gardica. Látom azt, hogy önök milyen felelősségteljes párt, állami munkát végeznek, és milyen komolyan veszik ezt a dolgot. Как мне рассказал ваш командир, что вы с очень большим желанием относитесь к выполнению вот этой задачи. Hogy a parancsnokeltás, az önök parancsnokeltás nekem elmondta, önök ezt a munkát nagyon komolyan végzik, nagyon komolyan veszik, és becsületesen teszik feladataikat. Вот я недавно прибыл из Афганистана, где выполнял интернациональный долг. Nemrégen jöttem vissza Afganisztánból, ahol internacionális feladataimat hajtottam végre. И видел там, что тоже формируются, создаются вот такие добровольные народные дружины. Вот látom, szintén, hogy szintén akarnak létrehozni, meg létrehoznak ilyen alakulatokat, mint az önöké. По охране правительственных зданий. A központi bizottságok, a vezető épületeknek a védelmében, különböző állami hivatalok és nem tudom, miknek a védelmében hozzák ezt létre. В тех условиях, вот такое формирование, как ваше, и которое там есть, очень нужно и полезно. Olyan, mint az önök munkásőrségben, és amit ott is akarnak létrehozni, ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon szükség van. Потому что бандиты, душманы, враги афганской революции именно чаще всего и нападают вот из угла, из засады по-бандитски, как террористы, вот на всевозможные наши государственные воинские учреждения. Афганистанban nagyon sokszor fordul, hogy az a belső ellenség, a belső banditák ellenforradalmát sokszor orvul támadják meg az utcán járó embereket, és az ilyen embereken, mint önök, ott is nagy szükség van, hogy ezeket az embereket megsemmisítsék. И кроме армии, которая ведет основную тяжесть борьбы с душманами, активно ей помогают вот такие добровольные формирования. A hadsereg, amely nagyon komoly és nagyon fontos harcokat vív a belső ellenséggel és az ellenforradalmakkal szemben. A hadsereg mellett ilyen emberek, mint önök ott Afganisztánban szintén végzik feladatokat, és nagyon nagy segítséggel vannak a hadseregnek. Здесь у нас, конечно, обстановка мирная, боевых действий нет. A mi életünk itt önökkel nagyon békés, ott ilyen, vagyis itt ilyen körülmények, mint ott nincsenek. Но в этих условиях основной задачей вашей, кроме вот охраны тех правительственных учреждений, вот является вот такая система учебы, которая все время дает вам возможность хорошо владеть оружием и быть морально готовым к выполнению возможных будущих боевых задач. Ilyen körülmények között, ilyen békés körülmények között, mint ahogy élünk, az önök munkája, mint amit már említettem is, hogy a pártbizottság meg a különösen fontosabb épületek, stb. A győzése mellett önök gyakorlatokon vesznek részt, kiképzéseket hajtanak végre, és így végzik a feladatokat, és képen vannak mindig arra, hogyha kell, akkor ezt a fegyvert komolyan is használják. Уезжаю завтра отсюда к себе на родину. Holnap elutazom hazámba, a Szovjetunióba. Помимо памяти и сохранения от тех встреч, где я имел в других местах в городе Кишкунхалаш. Nagyon kedves emlékekkel fogom innen távozni, azokkal az emlékekkel, ahol részt vettem, láttam a Kiskunhalas városban. В том числе сохраню в своей памяти и эту встречу с вами, и буду знать, что здесь есть народная, довольно сильная формирование, которое всегда готово помочь правительству и армии, если будет в этом необходимо. Önöket is meg fogom emlékezetembe őrizni, emlékezni fogok rá, hogy van egy ilyen munkás zászlóaj, mert bármikor kész a munkás hatalom és a pártnak a hatalmának a védelmére. Позвольте пожелать вам успехов в выполнении своих задач. Hogy nagy sikereket kívánjak önöknek a munkájukban, a feladatik végrehajtásában. Более совершенным владением вот этим боевым оружием. Használják ezt a fegyvert becsülettel őszintén, ha kell. Выполнение тех конкретных задач, которые вы несете по охране определенных объектов. Azokat a feladatokat, amelyet önnek a munkásőrség feladat úgyhözött a különböző épületek. A также доброго здоровья всем. Kívánok ezekről mindenkinek nagyon jó erőt, egészséget. И благополучия всем. És családjukban nagyon sok boldogságot. Еще раз поздравляю вас с праздником Победы. Még egyszer szeretettel köszöntöm őket a győzelem alkalmából. И желаю новых успехов в совершенствовании боевого мастерства. Kívánok önöknek a munkás életükben nagyon sok új sikereket, katona szerencsét. Спасибо за внимание. Köszönöm a figyelmüket. Elvtársak,
engedjétek meg, hogy a vezérőrnegyedtársnak átadjam ezt a kis munkásőr szablat emlékül. Ehhez hagyd tegyem hozzá, hogy mi úgy hívjuk ezt a mi sapkánkat, hogy Lenin sapka. Ezt a szobrot egy olyan magyar szobrászművész készítette, sajnos ma már nem él, Kossuth Díjas, aki harcolt a Szovjetunióban, a szovjet forradalom oldalán, internacionalista volt. Az ő alkotása ez a szobor. Kérem a vezérőrnegyedtársat, hogy odahaza a Szovjetunióban emlékeztesse a kis szobor a magyar munkásőrökre. Én azt gondolom, hogy úgy tapasztaltam, hogy értetek oroszul. Tegyük lehetővé a vezérőrnegyedtársaiknak más programja. Következik a mondja a simanertás, és tegyük lehetővé, hogy ő köszönjön el tőletek oroszul. Viszont Mátasa! Viszont Mátasa! Viszont Mátasa! Mindenkit kívánok!